Nőnap alkalmából közös rendhagyó kiállítás nyílik, három grácia címen, ugyanis egy üvegművész, egy sejemművész és egy festőműveiből láthatnak a sajtóházban ma délután 4-től kiállítást. A női lélek szárnyalásai címmel vendégünk a háromból két grácia, Szikszai Ágnes és Kovács V. Elina. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És a harmadik grácia, Pálai Kovács Szilvia nincs most velünk. Hogyan találtak egymásra? Egy nagyon kedves, közös ismerősünk révén Lángdi István, aki ismert ugye mind a hármunkat, és az ő fejében született ez a kiállítás, és így a közelgő nőnap ez jó apropó volt, és hát ő hozott vissza össze minket, és a részemről ez így, amikor mondta, hogy ez a megfogalmazódott benne, én rögtön igen mondtam, hisz nagyon érdekes, amivel a másik két hölgy is foglalatoskodik. Azért nőnap, és azért női lélek szárnyalása, mert hogy történetesen női alkotókról van szó, vagy úgy érzik, hogy ebben a kiállítási anyagban valahogy még ezen túl hangsúlyosan megjelenik a nőiség? Abszolút. Talán a nőiesség pont az, ami összefogja bennünket, mert a technikák, amelyekben dolgozunk, azok teljesen különböznek egymástól. Elina egyébként Ukrajnából érkezett, de elvégezte ott is, és Magyarországon is annak idején a Képzőművészeti Egyetemnek. Iparművészeti Egyetemnek, bocsánat. Egyébként ahhoz képest, hogy most üvegművekkel találkozhatunk, hát nagyon sokrétű egyébként a tevékenység, eredetileg a textiltervező szakát. Igen. Mi volt a különbség? Ez egy nagyon érdekes tapasztalat lehet, hogy ugyanazt hogyan tanítják másképp Ukrajnában és nálunk? Másképp. Az egésznek más a felépítése. Egyébként ezt jól mondta, hogy képzőművészetem, mert kint én művészeti akadémiára jártam, és hiába ott is textiles voltam, ott képzőművészeti alapokat, ez a klasszikus festés, festészet, rajzolás alapokat megadják, és utána már ráépítik a szakmát. És Magyarországon más a megközelítés? Itt is voltak nekünk rajz festészet órák, de sokkal kevesebb. Itt inkább hangsúly volt a szakmára, amire például kint nem volt talán lehetőség akkor, még akkor, amikor én tanultam. És egy textiltervező, valaki, aki kétszer is elvégzi az ilyen irányú legfelsőbb elérhető szakot, az hogyan szeret bele aztán mégis inkább az üvegbe? Én szerintem ez szerelem első látásra, mert üvegfestészet, üvegfestés, ez olyan különleges technika, magával ragadt engem, beleszerettem, kipróbáltam először, akkor fejembe születtek újabb-újabb ötletek, akkor na még egy kicsit ezt, még egy kicsit azt, de érdekes, hogy amikor a szakmabeliek nézik a festményeimet, az üvegfestményeimet, sokan kitalálják, nem textiles a hölgy? Tehát hogy mondjuk például ezen, amit hozott, ezen is látszik ez a textiles beütés? Lehet, hogy az alapkoncepciók, nem tudom, a megoldások, lehet, hogy valami van. Szikszai Ágnes viszont a sejembe szeretett bele, és másról váltott, hát ha úgy vesszük, akkor a textilre, hiszen a sejem is végül is egy anyag, amit fest egyrészt úgy is, hogy képek formájában ki lehet állítani, ez történik most is, de sálakat, kendőket, stólákat, mindenféle viselhető termékeket is előállít. Ha jól tudom, elsősorban egyedi megrendelésre. Igen. Igen. Hogyan indult ez a szerelem a sejemmel? Nekem ez most már jó 10 éve, és egész egyszerűen mindig is, már gyerekkorom óta nagyon szerettem a kendőket, sálakat, és egyszer véletlen olvastam egy magazinban a sejem festésről, és akkor rögtön jött az ötlet, hogy hát akkor megfesthetem a saját magam kis kendőit, sáljait, és egész egyszerűen így hirtelen felindulásba betértem egy művészellátóba, megvettem a kellékeket, és autodidakta módon kezdtem, és utána Bozó Edith Lizán hoz kötöttem ki, akinek az alapokat sajátítottam, az alaptechnikákat, és hát a mai napig szüntelenül keresem, mert rengeteg technikával lehet a sejmen is dolgozni. És utána persze ez így, főleg mondom, a kendők, sálak és az egyedi megrendelések, amik
de most én is így képekkel készültem. És mennyiben más vizuális értelemben egy kép, ami selyemre készül, mint egy olyan, ami bármilyen más anyagra, vászonra akár? Ez úgy érdekes, a selyem nekem, én ugye vászonra úgy nagyon nem festettem, de a selyemnél ugye maga az anyag, annak a textúrája, ami rendkívül érdekes. Persze a selyemen is lehet szinte úgy festeni, mint egy vásznon, ugye a megfelelő kezelést követően, de tényleg van egy nagyon érdekes izgatottság az, hogy az anyag és a festéknek a találkozása, illetve ez milyen lesz, ugye, ha megszárad, tehát bármennyire is ugye régóta üzem én is, de ez mindig is ott van, ez a fajta kiszámíthatatlanabb a selyem, mint a vászon? Szerintem igen. Tehát maga az alkotó is bizonyos értelemben meglepődik, amikor elkészül a mű, tehát még ön sem tudja kiszámítani mindig, hogy miből mi lesz? Azt mondom, hogy 100%-osan nem, mert tényleg, ha még próbákat is csinál az ember, én azt látom, hogy tényleg az is befolyásolja, hogy akkor most mennyi festék megy az ecsetre, tehát én nagyon-nagyon finom dolgokon tud múlni, hogy az árnyalatokat, ha nézzük, ha nagyon precízen. Hogyan működik ez az üvegnél? Mert gondolom, ott is hihetetlen előkészületekre van szükség. Igen. Mert az üvegfestésnél ugye fordítva van a mindegyik folyamat, mert hogyha vásznon úgy festjük, hogy először a nagy felületeket, és utána kezdjük kidolgozni az apró részleteket, itt fordítva. Mivel hogyha ezt is, hogyha megnézzük, itt az üveg a hátsó oldalán dolgozom, és először az apró részletek jelennek meg, és utána már a nagy felületek, illetve rétegek, amik egymásra kerülnek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a kiállítást tehát ma délután 4 órakor nyílik a sajtóházban Budapesten, a Vörösmarty utcában. Köszönöm, hogy itt voltak.